40 ezer magyar katona esett el a Donkanyarnál 1943. január 12-én. A hősi halottak előtt tisztelegve a Széchenyi utcán felállított kettős keresztnél tartotta megemlékezését a Jobbik, a 64 vármegye és az Új Magyar Gárda. Torda Zsolt, a 64 vármegye ifjúsági mozgalom EGRI vezetője beszédében a magyar katonák hősiességét méltatta. Magyarország a tengeri hatalmak oldalán lépett be a II. Világháborúba, és meg is kezdődött a keleti hadszíntérre való felvonulás. A II. Magyar Hadsereg 207 ezer főt számlált 1942-es évben, amely a frontra való indulásához az itthoni rendelkezésre álló fegyvermennyiség csaknem felét megkapta. A Doni katasztrófa valahol ott kezdődött el, hogy a II. Magyar Hadsereg fegyverzete és felszerelése mind minőségben, mind mennyiségben elmaradt a német és a szovjet hadseregétől. A megemlékezéssel egy időben az adventi időszakra felállított kettős keresztet is lebontották. Bognár Ignác, a Jobbik EGRI vezetője úgy fogalmazott, 3 éve állították fel Egerben a kettős keresztet. Az első évben tiltották, a másodikban megtűrték, a harmadikban elfogadták. Abban bízik, hogy a későbbiekben támogatják a kereszt felállítását. Én szerintem Egerben járkáló helyiek és idegenek is jó érzéssel mentek el mellette. És ugyanúgy, mint ahogy ez a tiltja, tűri, támogatja, ugyanez fog vonatkozni a Doni megemlékezésre is. Biztos vagyok benne, hogy pár éven belül Eger városvezetése is megemlékezést fog tartani erről. A Jobbik azt tervezi, hogy a kettős keresztet ezentúl minden adventkor kihelyezik a város egyik jelentős, forgalmas pontjára.